napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, külön tisztelettel polgármester urat, a megjelent képviselőket, és még nagyobb szeretettel és tisztelettel az édesanyákat, hiszen még alig telt el egy pár nap, hogy ünnepeltük őket, Isten éltesse őket erőben, egészségben. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek a hagyományossá vált tanévvégi műsorunkra, ahol az alsó tagozat és a felső tagozat egyaránt bemutatja azt a sok-sok szép, kedves műsort, amit egész tanév során vagy az év második részében készítettek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek tetszeni fog, jól fogják érezni magukat, kívánok hozzá mindenkinek jó kedvet, kellemes érzéseket, és nagy tapsal jutalmazzák majd a szereplő gyerekeket. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az immáron hagyományossá vált évzáró zenei, irodalmi műsorunkon. Műsorunkat felső tagozat énekkara nyitja meg, Tóth Deme Gabriella tanárnő vezetésével. Először vésztői dalokat hallhatunk, majd Kodály Zoltán és Vágos Lajos műveiből, gyűjtéseivel hangzik el néhány dalai. Elvesztettem zsebkendőmet, a Szántói Híres utca, Garibaldi csárdás kiskalapja. Kuruján közreműködnek Baranyai Tamás, Dudok Szilvia, Kozjár Kornél és Tóth Vivian. Hallgassuk őket szeretettel! Thank you.
ide-ki, 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 de ide-ki. Tudnám én azt, ha várna, mert a szívem díjbenne dobogna, díjbenne dobogna, de dobogna. A gargályi kapujuka nincsen zár, ez a híres garzópista oda jár. Kapufához kötözi meg a lovát, még Gyurcsával kibeszélgeti magát. Kapufához kötözi meg a lovát, még Gyurcsával kibeszélgeti magát. Barga Gyurcsa kis kertjében van egy fa, kis gerlice fészket rakott alatta. Kis gerlice mindig csak azt fütyöli, Barga Gyurcsa garzópistát szereti. Kis gerlice mindig csak azt fütyöli, Barga Gyurcsa garzópistát szereti. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát. Zimmelzum, zimmelzum, recefice, bum bum bum. Váci Gábor oda kapott békacombot, ropogtatott. Zimmelzum, zimmelzum, recefice, bum bum bum. Puskás Gábor később futott neki, csak a falra jutott. Zimmelzum, zimmelzum, recefice, bum bum bum. Horváth Péter Bendegúz iskolába megy című bohózatát a 4. Z-osztályos tanulók adják elő. Szereplők: Bendegúz, Rabcsák Pál. Bendegúz édesanyja, Príma Eliza. Bakter, Morován Ákos. Bakter nagyanyja, Sós Kiara. Tanítónő, Bóna Blanka. Csendőrök, Kerekes Benedek, Sós Antal. Kellékes, Szabó Erik. A jelenetet betanította Labanc Erzsébet. Jó szórakozást kívánok! Jó napot kívánok! Nem hiába, hogy még csak kamasz gyerek vagyok, de még nekem soha nem is sikerült semmi, pedig olyan fura és szomorú dolgok történtek velem, hogy ne tovább. Beszéltek felőlem az emberek, hogy csuda gyerek vagyok, meg hogy akasztottak föl volna két napos koromba, mert nem lesz belőlem becsületes ember, se így, se úgy. Anyámnak meg egyenest azt javasolták, hogy tekerje ki a nyakamat, inkább előbb, mint utóbb. Ha levelet kaptam volna, így címezték volna a számomra, a szép reményű Bendegúznak, a Feketeses utcában, saját keze közé. Javulj meg, Bendegúz, mert ha ebből az iskolából is kirúgnak, hát Isten útja, agyon ütlek. Maga csak legyen egészen nyugodt, édesanyám. Nem csináltam én semmi rosszat. Hát nem olyan fából faragtak engem. Rökkent volt az a fa, amiből téged faragtak, Bendegúz. Áruld már el nekem, miért rendelt ide bennünk az osztályfőnököt, ha nem követtél el semmi zsiványságot? Nincs itt semmi zsiványság, csak a tanárnő látni hagyja édesanyámat, meg a nevelőmet, a Bakter. Bár azt én sem értem, hogy a rusnya vén bonyát minek kellett ide rángatni. Szép jó napot, Ilonkám, szervusz, Bendegúz. Adjon Isten, Bakter uram, hát azt a rusnya vén bonyát meg hóhagytál, vagy tán nem mer velem mutatkozni. Micsoda? Mit mondtál te, te taknyos orrú? Hát ki nevel téged takasztófára való? Szétlapítom a hátad! Hú, de nagyon hiányzott nekem öreganyám. Öreganyádám neked, Ariska, tehén! Még az is jól benne magánál. Azt legalább kiajtottam legelni. Te az anyád, nem most aztán! Ha elkapnak, úgy is megemlegeted! Elég legyen! Iskolában vagyunk, tessék rendesen viselkedni, vagy különben felolvasom a házirendet. Na, még csak azt kéne magának. Magának a szemünk nélkül is eltettem, hogy 3 napig, szemüveggel meg 6-ig. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tessék helyet foglalni! Úgy gondolom, nem kell magyaráznom, hogy miért hívattam be önöket, akik Bendegúz nevelésében valamilyen szinten részt vettek. Csak nincs valami bal ezzel a jóra való gyerekkel? Á,
Hogy is lenne, ha csak az nem, hogy nem járt iskolába. Az idei tanévben egy napot töltött nálunk, de az alatt az egy nap alatt csak nem nullára amortizálta az intézményt. Na ugye, mondtam én, hogy jó eszű gyerek ez, egy nap alatt megtanult amortizálni. Hát igen. No, Bendegúz, meséld el nekünk, hogy is tölted az egy napot, amit kegyeskedtél szerint társaságunkban tölteni. Nem volt azon a napon semmi említésre méltó, ha csak az nem, hogy ékezésem kó, elperetelt egy ember a bejáratnál. Bendegúz. Na jó, matek tanár úr volt. Bendegúz. Jó, jó, csak egy kicsit kilógott a lábam eléje, de hát honnan tudhatná az ember gyereke, hogy ő a matek tanár úr. Nincs a homlokára írva, ugye? Ha tudom, akkor nem viccelődöm vele. Hát nem olyan családból származom én, kérem. Úgy a bakter uram? Ajjaj, Bendegúz. Tovább, Bendegúz, tovább. Na jó, ezután már csak tényleg csip-csup dolgok történtek, mert ugye a biológia tanár nem teszi az asztal szélére a mikroszkópot, a gépírás tanár megmondja előre, hogy a negyedikesek sem tudnak vakon érni, és hogyha összekeverednek a billentyűk, akkor leblokkolnak. Ha a földrajz tanárné, aki egyúttal az igazgatónő is, na ugye, erre is időben kellett volna figyelmeztetni, megmondja előre, hogy a terepasztal bazi nehéz, és nem jöttet kivenni a rögzítőt. Elég, elég! Mindez Bendegúz 8 órától 10 óra 35 percig tartó ténykedése. Úgy gondolom, nem kell tovább bizonygatnom, hogy ezt a gyereket sürgősebb másik iskolába kell iratni. És miért ilyen sürgős? Azért, mert a falu önkormányzata sajnos nem áll olyan jól pénzügyileg, hogy új iskolát építessen nekünk. Na, az azért egy kicsit túlzás. Túlzás? Bendegúz, miért szakítottad le a 19-es terem komplett világítását? Tanárnő, kérem, nem láttam volna a házrendben, hogy felhívják a gyerekek figyelmét arra, hogy nem szabad rajta hintázni. Ha tudom, akkor ne eszembe sétott volna. Hát nem úgy neveltek engem, kérem. Mama, mit szól maga ehhez? Maga nevelte folyton folyvást ezt a gyereket? Nevelt ám a nagyravai Sánta ördög. Minden zsívánságot tőle tanultál. Na de mama, hát engem is maga nevelt. Igen, akkor most folytatom a nevelésetek. Mind a kettőtökre ráfér egy kis korrepetálás. Segítség, segítség, csendőr, segítség! Tartóztassák le azt a dühöngő őrültet! Maga most velünk jön, maga pedig elkíséri. Maga asszonyom, menjen haza, te pedig gyerek, mit akarsz csinálni? Hát, hogy most így kitisztult a bakterház, ennyi tanul előtt, megígérem, hogy az iskola jó és rendes diák leszek. Bepótolom a lemaradásomat, és többé nem hiányzom az órákról sem. Úgy gondolom, mindent elrendeztünk. Mehetünk. Nagyon figyelni fogjuk, hogy Bendegúz betartja-e ígéretét, de addig is a legkisebbek következnek. Ők még most ismerkednek a zenei élet alapjaival, néphagyományainkkal. Már most vannak kedves gyermekjátékaik, dalaik. Ezekből nyújtanak át nekünk egy csokorra valót, hatalmas örömmel, lelkesedéssel. Az első Z és második Z osztályosokat felkészítette Molnárné Jurinka Tündi néni. Biztassuk őket nagy tapssal!
negyedik Z-osztályosok nem csak a magyar irodalmat szeretik, hanem szeretnek táncolni is. Teszik ezt Csilla nénivel, aki betanította a táncukat, délalföldi és dunántúli motívumokból álló táncot mutatnak be, ahogy mondtam, betanította Elekné Kis Benedek Csilla. Mondom őszintén, a függöny mögött nekem is elég nehéz volt megállni, hogy ne perdüljek táncra. Nagyon ügyesek voltak szerintem a negyedikesek. Hagyományosan a fonóban igen sokféle kézimunkával foglalkoztak az emberek,
miközben meséltek, dramatikus játékokat adtak elő, énekeltek, sőt, mint ahogy előbb láthattuk is, még táncra is perdültek. Rendkívüli jelentősége volt a fiatalok társas életében. Az igazi izgalmas napok a legényjáró napok voltak, amikor is a legények ellátogattak ezekbe a fonókba. Odaültek a kemence mellé, és a lányokkal jókat beszélgettek, tréfálkoztak. Vagy éppen udvaroltak nekik. A fiúk, lányok csipkelődő, incselkedő játéka humort és szórakozást nyújtott a hosszú téli estéken. A harmadik Z-osztályosok most egy ilyen fonónak a hangulatát idézik fel, galga mentén ismert dalokkal és táncokkal. A felkészülésükben segítségükre volt Hegedűsné Megyeri Andrea.
vagytok? Mikor vászol lepedő? Tagozatos gyerekekből álló néptánccsoport és az ifjúsági néptánccsoport közös műsora következik. Fonákul van a kendő címmel. Somogyi játékfűzést és ugrós láthatunk. Felkészítőjük Pekó Ferencné Judit néni volt. A népdalokban a felső tagozat énekkara is közreműködik,
Tóth Deme Gabriella tanárnő vezetésével. Hallgassuk és lássuk őket szeretettel. Thank you.
az ügyes, táncos lábú kisdiákok után következzenek megint a negyedik osztályosok. Az erdő, a népmesék, gyermekrajzok, irodalmi művek központi témája. E témakör köré fűzték előadásukat a negyedik osztályosok is, akik erdőről szóló dalokat válogattak össze műsorukban. Magyar és külföldi népdalok egyaránt hallhatók produkciójukban. Az osztályt felkészítette Hegedűsné Megyeri Andrea. Hallgassuk őket szeretettel.
Ifjúsági néptánc csoport előadásában sárközi dalok és táncok hallhatók és láthatók Pekó Ferencné betanításában. A talpalávalót az iskola felső tagozatos énekkara mellett a Ne Felejts Népzenei Együttes biztosítja, melynek tagjai bármikor szívesen jönnek el hozzánk egy kis zenélésre, vagy akár egy rendhagyó énekórára. Ne Felejts Együttes tagjai Kis László, ifjú Deák István, Kovács Gergő, Vég Dániel és Deák István. Fogadjuk őket sok szeretettel. Thank you.
műsorunk záró részében elsőként az este valamennyi szereplőjét kérem, hogy jöjjön a színpadra, mert együtt adjuk elő az egyik legismertebb tavaszi párválasztó dalunkat, Tavaszi szél vizet áraszt címmel. Végezetül Kodály Zoltán szavait idézném.
lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út, de mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. Hatalmas öröm számunkra, hogyha ilyen sokan együtt zenélhetünk, énekelhetünk, és az említett virágos réteken át nem egyedül, hanem kicsikkel, nagyokkal, apákkal, fiúkkal mehetünk együtt végig. Úgy gondolom, ez igazi örömzene volt ma. Örömzene és örömtánc. Nagyon megköszönöm valamennyi szereplőnknek a mai műsort, és szeretném átadni a szót igazgatónőnknek. Egy kicsit nehéz megszólalni, kedves gyerekek, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, megdicsérlek benneteket, és nagyon büszke vagyok rátok. Azt gondolom, hogy ma este igazán jól éreztük magunkat, és nagy örömünkre szolgált, hogy egy kicsit visszanyúltunk a népi hagyományokhoz, a népdalokhoz és a néptánchoz. Engedjétek meg, hogy mindannyiótunk nevében megköszönjem a felkészítő pedagógusoknak, felnőtteknek a munkáját, és átadjak nekik nagyon szerényen egy-egy cserép vagy egy-egy csokor virágot. És kérem, hogy jöjjenek a színpadra, elsősorban induljunk az alsó tagozatból, Hegedűsné Megyeri Andrea, Molnárné Jurénka Tündi. Szeretnénk megköszönni Labanc Erzsének a gyönyörű színdarabot. Elekné Kisberedek Csillának a gyönyörű táncot, és kívánom, hogy folytassa, mert nagyon jól ment. A felső tagozatból Tóth Deme Gabriellának, aki évek óta megörvendeztet bennünket. És nem utolsó sorban Pehó Ferencné Judit néninek, aki ma este elkápráztatott bennünket. És engedjétek meg, hogy mindannyiunk nevében köszönetet mondjak a Ne Felejts Együttesnek. Nagyon boldog vagyok, hogy így együtt dolgozik a gyerekekkel, és nagyon hálásak vagyunk azért a sok-sok időért, amit ránk szántok, és azt gondolom, hogy a sikerek mindannyiunkat kárpótolnak. Egy csekély ajándékcsomaggal. Nagy tapsot kérek, mert nélkülük. És végül szeretném megköszönni minden közreműködőnek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ma este ilyen gyönyörű élményben legyen részünk. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és további szép estét kívánok. Viszontlátásra!